újra kezdtük. Diana, ne akarj mindenáron az ellenséggel tenni, mert nem vagyok az. Különben is anyád mindenképpen meg fogja tudni. Tudom, de egyelőre még nem szeretném, ha tudnál. Csak hogy komolyan nem értem, miért fogadtad újra vissza? Mondd csak, te mit csinálnál, ha Julian Aluspe egyszer csak váratlanul megjelenne, és könyörögne neked, hogy tér vissza hozzá. Már megtette. És természetesen elküldtem a felébe. Tényleg? Már nem érzel semmit, igen? Tudod, jól számomra. Nincs más férfi, csak Marian. És hozzá visszatérnél, ha azt akarnál? Hozzá sem, mert már rájöttem, hogy soha sem leszünk boldogok. De azért meg nem mondtuk igen Juliannak azok után, amit velem tett. Akkor sem, ha térden állva könyörögne, és igazi könyörögtségben, a piába könyörögne. Hát akkor valószínűleg az a különbség közöttünk, hogy amit mondott, te már egyáltalán semmi sem érzel Juliannát. De mindennek ellenére én még mindig szerelmes vagyok.